Üresen állt kora hajnalban a sídi vasútállomás. Egy lelket sem lehetett látni. Ahogy felkelt a nap, megjelentek a migránsok is. A 10 kilométerre lévő Adashevcéről 10 autóbusszal mintegy 1500 bevándorló érkezett. A nyugat-balkáni útvonalon elterülő országok folyamatos szigorításokat vezetnek be, és csak meghatározott kritériumok szerint engedik tovább a határhoz érkező menekülteket, azokat, akik háborús övezetből érkeztek. Because the very big problem there started when Daesh coming, that my cousin, yeah, before my father's calling, before 3 days, then Daesh coming, catch my cousin, catch the arm. Very big problem for us in the Taliban warning for us because we are working with the U.S. Army, you know, U.S. Army with NATO in the Afghanistan construction company. 5 times they are warning for us, I will kill you, why you are working with the NATO. Néhány gazdasági bevándorló is tovább jut a határokon, a háborús országokból érkező migránsok közé keveredve. Problem in Algeria, not work. No, not money, not stand, not life. And I go to French, I try to go to French, or not Germany, French, England, for better life. I have family there, yes, for good money, for good life, for humanity, you know. In the French, they give you your, give you everything. If you have a job, you get everything. But in Algeria, nothing. Az előző napokhoz képest síden valamelyest csökkent a migráns áradat, ugyanis a kora reggeli órákban nem érkezett meg az az első horvátországi vonat, amely tovább szállítja őket, hanem csak a déli órákban érkezett ide, és erre mintegy 5-600 migráns várakozott.